Köszöntök mindenkit! Szeptemberben érik a szlovák Jupiter rendes nevén a Rea. Régóta megvan már nekem ez a fajta. Lényege, hogy csökevényes magvú fajta. Tehát nem mag nélküli, hanem ilyen nagyon puha magkezdemény található benne, ami abszolút nem zavaró. Tehát nevezhetik, és illetve nevezik is mag nélküli fajtának. A pontos kifejezés azonban a csökevényes magúság. Sajnos nem színeződik tökéletesen rózsaszínre, ilyen zöldes, sárgás még érhetne, de a rengeteg esőtől repedni kezdett, és ezt villámgyorsan le kell szedni, hogyha akarok valamit elérni vele. A cukorfoka megfelelő, tehát lehet szedni. Nem muszáj vele várni, a színe nem tetszik. Volt már ennél szebb is. Oportó tőkére oltottam. Itt van még egy eredeti oportó fűt, és itt látható, hogy bizony vannak repett szemek. Darazsak is akcióban. Ezt most nem hálóztam, gondoltam gyorsan leszüretelem. Van egy másik mag nélküli fajtám, mutatom azt is. Illetve több mag nélküli fajtám van, csak nem régóta. Ez a Crimson, ez egy nagyon érdekes történet. Én 2008-ban vettem egy Crimson Seedless oltványt, ugye ez egy amerikai mag nélküli fajta, és ez tavaly 2018-ban termett először. Akkor kisebb fürtöket hozott, most viszont óriásiakat, hát nekem ilyen hosszú, ilyen óriási fürtöm még nem volt. Hatalmas, ugyanakkor a bogyók aprócskák, tehát ez mazsola készítése alkalmas lehet, de még érnie kell. Hagytam rajta jócskán, hiszen ez már egy tizenéves tőke. Ugyanakkor, mikor megláttam, hogy milyen hatalmasak a fürtjei, akkor egy fürtön végeztem egy kísérletet. Itt látható ez a fürt, és elmondom, hogy tökéletes érettségi állapotban van, 18 fokkal. Gyűrűzve volt a hajtás, 4 mm-es oronnyal, és a bogyókat is megritkítottam, így ezt a fürtöt értem el. Szerintem szép, némi kis munkával jár, kis kertbe meg lehet valósítani. Hát én bízom benne, hogy azért ezek a nagyobb fürtök is beérnek még, és nem tesz kárt benne az eső, és a darazsaktól is remélhetőleg meg tudom majd védeni. Hasonlít a Crimsonra a Ruby King Seedless, ami szintén egy amerikai fajta. Mintha nagyobbak lennének a bogyói, és a fürtje is óriási. Színezettsége egész jó kezd lenni. Számottevő romlott bogyó nincs a fürtön, egy-kettőt látok. Nagyon impozáns, hatalmas fürtje van. Ennek ez az első termése. Ezek tehát a mag nélküli fajtámból azok, amik számottevő termést hoztak az idén. Köszönöm a figyelmet, folytatom hamarosan.